Egymás után készülnek a finomságok az egyik dunaújvárosi étteremben, ahol számos húsvéti menüvel várják a vendégeket. Hiszen a húsvéthoz, csak úgy, mint a karácsonyhoz, hozzátartoznak az ünnepi ételek és a nagy lakmározások is. Nálunk, mivel jellemzően ugye halászcsáda vagyunk, ezért a halászlé, ami a domináns. Emellett persze a sülteket is fogyasztják, ugyanúgy sikeresek a vegyes tálaink, ezen van halas, nem halas, sertéshússal, és hát visszatérve még mindig a halászlék, amiből van ponty, harcsa, kórhely halászlé, akár vegyesen is. A húsvéti ünnepkörhöz sokféle hagyomány kötődik, és ez a húsvéti menüben is megmutatkozik. Az általunk megkérdezettek többsége ilyenkor a hagyományos húsvéti ételeket fogyasztja, mint főtt tojás, sonka, torma, bárány és persze kalács. Ezek a legrégebbi húsvéti eledelek közé tartoznak, és jelentéssel bírnak. A húsvéti bárány például Krisztust jelképezi, a tojás pedig az újjászületés jelképe. A sonka a paraszt élet gazdasági és kultikus rendje következtében vált jellegzetes húsvéti eledellé. A szokásos, amit a... úgymond az anyukáinktól tanultunk, ugye én mindig készítek forstos kalácsot. Még akkor is megcsinálom a piros tojást, hogyha azzal kezdünk ugye vasárnap reggel a piros tojással, a forstos kalácssal, meg a főtt sonkával. Nekünk ez. Ja igen, és az új hagymával, igaz, hogy büdös, de nagyon finom általában. És ezt átvittük, ezt a szokást úgymond a gyerekekre is, úgyhogy hála Istennek a lányom is ugyanezt a szokást betartja. Jó dolog. Hát a hagyományos ételeket, tehát főtt tojás, sonka, torma, újhagyma, húsvéti kalács. Ezen kívül készítek egy kis tojásfészket, úgymond egy kosaracskát, és abba teszek hímes tojást, illetőleg csokinyoszit meg, ami ilyenkor egy kicsit feldobja a hangulatot. Egyrészt a francia saláta, amit mondtam, a főtt tojás, a szokásos, kolbász, meg sonka, meg jó vörösbor. Ez hozzátartozik. Természetesen vannak olyanok is, akik más étel különlegességgel is készülnek. Szerintük a klasszikus kedvenc fogások mellett jól elfér néhány izgalmasabb elő- és főétel is. Húslevest, kacsasültet, ha van, de nem mindig van, és akkor egy csibehúst. Ahhoz egy kis rizst, egy kis káposztát, meg egy kis süteményt, és kész. Azonban húsvét alatt is érdemes odafigyelni a mértékletes, változatos táplálkozásra. Egy-két napos bőséges lakmározást követően felléphetnek ugyanis emésztési panaszok, valamint gyomorrontás. Érdemes tehát ezek megelőzése érdekében a mértékletes táplálkozás szabályait betartani. Továbbá jó, ha az ünnepi terítéknek a friss gyümölcsök és zöldségek is részei. Ezeket összekeverhetjük vegyesen gyümölcs- és zöldségsalátaként, valamint a hideg tálakat is díszíthetjük vele.